amikor szóltak, hogy van ez az új díj szabad embereknek, vagy megkérdezték, hogy elfogadom-e, azt hittem talán azért aggódnak, mert nem mindenki dicsekedne, hogy ez a szervezet díjazza, amit csinál. Most megtudom, hogy erre gondoltak, hogy erre a kihívásra, hogy itt kell majd állnom. De vállaltam, mert tudom, hogy tettünk tavaly valamit, amire a TASZ büszke, és én is az vagyok, és mindenki büszke lehet. És most csak erről fogok beszélni, mert bízom benne, hogy nem csak ezért jelöltek, de ennek van aktualitása idén kétszer is. Biztosan dicséretes a Számoljuk Együtt mozgalmon keresztül szavazatszámláló biztosnak jelentkezni. Civilként végig ülni és figyelni a választás lapját. Többnyire olyan emberekkel egy teremben, akik vagy nem érdekeltek a választási csalások leplezésében, vagy túl fásultak ahhoz, hogy tegyenek ellene. És dicséretes két szavazatvásárlásra utaló eseményt is jegyzőkönyveztetni. Majd végigvinni az ügyet a kúriáig és nyerni. Azért is dicséretes, mert nem volt egyszerű menet. A jegyzőkönyvvezető szerint csak olyan esetek számítanak rendkívüli eseménynek, mint az urnatörés vagy a haláleset. Az a szavazó polgári kijelentés, hogy hoppára kellene szavaznom, mert azért kapok pénzt, az például nem. Mit lehet tenni, ha a hivatalos jegyzőkönyvezés nem opció? Kézzel írt nyilatkozatok, esetleírások, több-kevesebb bizottsági tag aláírásával, több mint a semmi. Titokban hangfelvételt is készítettem a telepiekkel, ahol saját szavaikkal is elmondták, hogy mi történt. Csak kérdezni kellett őket. De mindez majdnem hiába. Mert az engem delegáló MSZP-s kampánystáb Mellár Tamás győzelmére hivatkozva úgy döntött, hogy inkább nem jár utána az ügynek. Egy darabig próbálkoztam a párton belül, sikertelenül, de végül felkerestem a TASZ-t. Nekik is volt egy-két körük a választási bizottságokkal, de a kúria végül kimondta, bizonyítottan sérült a választás tisztasága. Mondom, nem volt egyszerű menet. Egyébként általános jelenség volt Pécs keleti város részében, hogy politika iránt apatikus választókat szállítottak a szavazókörökbe, és ki is fizették a megfelelő voksokat. Tudom, mert ezeken a területeken is járunk rendszeresen a Pécsi Város Mindenki csoporttal, aminek én is tagja vagyok. Itt élnek a lakásszegénységben élők, és itt tájékozódunk az önkormányzat lakásgazdálkodásának a visszásságairól, és az itt élőknek próbáljuk az állampolgári és jogtudatosságot átadni. Próbáltuk szóban és szóróanyagban is felhívni a figyelmüket a választás fontosságára és a tisztaságának is a jelentőségére, de kevésnek bizonyult az erőfeszítésünk. És dühös vagyok egyébként. Azt hiszem, ez a düh is erőt adott ahhoz, hogy végigcsináljam. Dühös vagyok, mert például későn láttam a kampányidőszakban azt az interjút Mellár Tamással, melyen a telepen személyesen neki mesélik el az ott lakók, hogy közteres kíséretében gyűjtöttek aláírásokat, azt sem mondták meg, hogy kiknek. Miért nem tettek azonnal feljelentést? Se a jelölt, se az ATV stábja. Senkinek nem fontos, hogy időben elepleződjenek a csalók? Vagy mit kellett volna tennie annak a közmunkásnak, akit munkaidőben szintén ezzel bíztak meg? Mondjon nemet? Tegyen ő feljelentést? Nem. A szegénységben élő ember nem lázad. Nem mer lázadni. Fél, hogy elveszíti utolsó esélyét a közmunkát, az otthonát és a gyermekeit. A szegénység kiszolgáltatottá tesz és elszigetel. És ezt a hatalom kihasználja. Lehet valakit komolyan vádolni azért, mert eladta a szavazatát? Volt pár hét, amikor odafigyeltek rájuk. Megkérdezték őket, hogy vannak. Aggódtak, hogy jól döntenek-e. És még meg is jutalmazták őket, hogy szépen elmentek szavazni. Még buszjegyet se kellett venni. És mit mondtak az embereknek? Hogyha jönnek a migránsok, nem lesz lakás, nem lesz segély és nem lesz munka. Sőt, talán az életük is veszélyben van. És igen, hittek a kormánynak. Miért? Ki szólt nekik, hogy nem kellene? Ki szólt még hozzájuk egyáltalán a 4 évente egyszeri alkalmakat leszámítva? Ezt nem lehet szórólapokkal megoldani, nem lehet pár óra standolással megúszni. De egyáltalán komolyan a pártoktól várjuk a megoldást? Tegye fel a kezét, aki a saját buborékán kívül szívesen politizál. Nem a Facebookra gondoltam, persze.
hanem arra, amikor a piacon mesélik, hogy a gyerek elvesztette a rokkanyugdíját, majd elvált, és 45 éves fejjel hazaköltözött. Olyankor csak együttérzően bólogatunk. Ahelyett, hogy elmondanánk, hogy ez mennyire elképesztően igazságtalan döntés volt a kormány részéről, hogy ezek voltak képtelenek végigcsinálni az új eljárást segítség nélkül. És a fia még szerencsés, mert emiatt bizony sokan egyik napról a másikra elvesztették a felület a fejük fölött. Akiket azután úgy kezel a törvény, mint valami bűnözőt, csak azért, mert nincs otthonuk. Persze lehet, hogy ebben a pillanatban talán az is számít, ha megértően bólogatunk. De most nem várhatunk jobb oktatási rendszerre, igazságosabb törvénykezésre, nem várhatunk csodára. De megtenni azt, amit tudunk, szavazatot számlálni, közösséget szervezni, tájékoztatni, beszélgetni, vagy csak megértően bólogatni, nem nagy fáradtság. Türelemre, őszintességre, empátiára, egymás felé fordulásra és párbeszédekre van szükség. Ezeknek van most a legnagyobb ereje. Thank you.